Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. A pazarlás nem divat. Ezzel a címszóval szervez környezettudatos adok-veszek programot a Körösök Völgye Naturpark február 11-én. A témában Pócsi Gabriella munkaszervezetvezető a vendégem. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Mielőtt rátérnénk magára az ökobőrzére, kezdjük ott a beszélgetésünket, hogy ugye itt a Naturpark Egyesület már régóta, már hagyományosnak mondható módon szervez olyan programokat, amely a környezettudatos kereskedelmet népszerűsíti. Most is ugye az alap az a Ligeti Vásár lesz. Így van, a Ligeti Vásárunk az idei évben ünnepli 15. születésnapját, 15 éve rendezzük meg. Néhány évvel ezelőtt alakult ki az a hagyomány, hogy havonta egy alkalommal, és mindig törekszünk arra, hogy valamilyen kísérő program is legyen. Az alap mindig valamilyen családi program volt, foglalkozás, a Tudásfa Animátor csapatunk mindig készült valamivel a fiatal gyerekek, családjaik számára. Azonban úgy gondoltuk, hogy az idejében tovább szeretnénk bővíteni a Ligeti Vásárhoz kapcsolódó programokat. Az egyik olyan program, ami egy kicsit a hagyományőrzés, az értékeknek a megőrzését kívánja támogatni, ez egy olyan workshop sorozat, amely minden alkalommal lesz, gasztronómiához kapcsolódik, és valamilyen hagyományos ételnek a elkészítését tanulhatják meg a gyerekek, és ez az ökobörze, amelyik most februárban fog debutálni, ez egy nagyobb volumenű kezdeményezés, amelynek tényleg az az elsődleges célja, hogy újra cselekvésre bírjuk az embereket a környezettudatosság jegyében, hiszen tudjuk, hogy mindenkinek nagyon sok holmia van ugye otthon, nagyon sokan el is szeretnének adni. Természetesen vannak erre más platformok is, viszont úgy gondolom, hogy mindenki szívesen akkor vásárol használt cikkeket, ha azt meg is tudja előtte nézni. És ugye ez jót tesz a bolygónak is, a környezetünknek is, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk ezt támogatni azzal, hogy helyet adunk egy ilyen kezdeményezésnek. Válasszuk még egy kicsit ketté a dolgot. Ugye az egyik a használt tárgyak osztálya, úgymond, a másik pedig, amikor termelőktől lehet vásárolni. Így van, fizikálisan is szét fog válni a kettő, de természetesen a látogatóközpont területén lesz. A Ligeti Vásárban olyan helyi termelőket és kézműveseket várunk. Mostani szabályozás alapján lehet azt mondani, hogy az ország területéről, határon innen és túl is akár, akik saját maguk úgymond, mint munkavállalók vagy részmunkaidősök készítik ezeket a termékeket, állítják elő az élelmiszereket. Az ökobőrzére magánszemélyeket várunk, akik szeretnék, tehát nem szeretnék kidobni, de tárolni sem szeretnék azokat a holmiaikat, eszközeiket, amelyek egyébként még használhatóak, csak valamiért neki már nincsen szüksége rá, és nekik szeretnénk egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy elhozzák, és azok, akik pedig szeretnek egy ilyen kincset, használt holmikból gyűjtögetni, vagy csak megvásárolni, itt megtehetik, megvásárolhatják. Egyébként erre mekkora igény van, hogy érzi maga az Egyesület? Mert ugye egyre több ilyen programmal találkozunk, ami elősegíti ezeket a környezettudatos törekvéseket, de ez összhangban van a fogyasztói, a társadalmi igényekkel? Tehát valóban egyre népszerűbbek? Először mi is ezen gondolkoztunk, elkezdtünk kutakodni, hogy vannak-e ilyen példák, akár Magyarországon, akár máshol a világban, és pozitív volt a megdöbbenés részünkről, hogy nem csak nálunk pattant ki ez az ötlet, hanem például Budapesten, sok esetben például ugyanígy termelői piaccal párhuzamosan, hol bolha piacnak, hol zsibinek, hol egyéb kisebb ilyen értékesítési helynek hívják, de igen, létrehoztak ilyeneket, illetve hogyha már nagyobb volumenben gondolkozunk, és nem a kicsi helyi léptékben, akkor számos hazai és nemzetközi cikkel is találkozhatunk, ahol a second handnek, főleg ugye ruházat esetében, már mint egyfajta divatirányzatnak a felfutását jelzik, tehát hogy igenis egyre inkább keresik ezt az emberek, és ugye látjuk, hogy az elmúlt fél évben azért a gazdasági helyzet is azt hozta, hogy igenis egyre jobban fordulunk, ugye lehet az élelmiszereknél már hallani egyrészt azt, hogy ugyanannyiba kerül már, vagy olcsóbb egy termelőtől vásárolni, de jobban megéri most már second hand termékeket, akár itt elektronikáról, vagy bármi egyébről beszélünk, hiszen nagyon sok mindent felhalmoztunk az elmúlt években, és folyamatában jövünk rá, hogy nem is biztos, hogy szükség van rá, de másnak ez hasznos lehet. Szokták mondani, hogy a pénzünk szavazat. Itt jelen esetben mire szavazhatunk? Mi három dolgot szoktunk
ilyen szempontból meghatározni. Az egyik az egyetemen a környezetünk védelme. Szoktuk is mondani, hogy az ökolábnyomunknak a csökkentése, hiszen azzal, hogy nem egy új terméket vásárolunk, sokkal, hanem egy használtat, a környezeti terhelést, amely egy-egy eszköz esetében van, ezt tudjuk csökkenteni. Én úgy gondolom, hogy a helyi gazdaságot is támogatjuk ezzel, hiszen nagyon sok olyan cikket vagy kis videót lehet találni, akár a mi közösségi platformunkon is osztottunk meg olyan videókat, amelyek bemutatják, hogyha egy nagyon multinál vásárolunk, akár első vagy másodlagos kézből is, sajnos az a pénz az nem marad itt a térségben, hanem vagy az ország, de sok esetben más ország vagyonát gazdagítja, viszont azzal, ha itt marad, akár a termelőknél ugye az ő keresetüket, illetve tehát helyben a helyi gazdaságot támogatjuk, vagy akár a magánszemélyeknél maradt, hiszen ő azt vissza tudja újra forgatni itt a helyi gazdaságba. És én úgy gondolom, hogy egy közösségalkotó szerepe is van, hiszen sok valakinek ez egy kincskeresést is jelent, egy jó érzést is, és amikor közösen összejönnek hasonló érdeklődési körű emberek, egy igazi értékeket tudnak így teremteni. Persze, mivel hogy vásárolni általában szeret az ember, ha nem is történik tényleges vásárlás, de az, hogy elmegy, az egy külön program. Az meg, hogyha tényleg talál is valamit, az egy örömforrás. Abszolút. Így van. Sokszor tapasztaljuk, ugye ezt még csak eddig a ligeti vásár kapcsán tapasztaltuk meg, hogy ha ki is jött valaki, a vásárlás az azért gyorsan egy ilyen 20-30 perc alatt körbe lehet érni a vásárba, de nagyon örülünk, amikor látjuk, hogy ilyen másfél óra múlva is még a ismerősöket találva, vagy közös érdeklődési körű emberek leállnak és beszélgetnek, és így tényleg nem csak vásárlásról van szó, hanem egy közösségi élményt is tudunk adni a helyi lakosok számára. És hozzá kell tenni, hogy a legtöbb esetben van lehetőség kipróbálni, vagy kóstolni is akár. Így van. A termelőink folyamatosan biztosítanak kóstolási lehetőséget, és pont ez a kipróbálás lehetőség volt, amit nagyon fontosnak is tartottunk ennél az ökobőrzénél is, hiszen azért itt bárki mondhatja, hogy hát, de vannak közösségi platformok is, meg egyéb felület, ahol ő ezt el tudja adni, de azért tudjuk, hogy a használt termékről van szó, jó, ha én azt látom, meg tudom fogni, meg tudom nézni, hogy tényleg olyan-e az, nem pedig mondjuk egy kép valamilyen szempontból becsap minket. Itt biztos azt veszem, amit látok és találok. És maradva a használt termékeknél, van valami megkötés, hogy mivel lehet érkezni, például ruhákkal vagy könyvekkel, vagy gyakorlatilag ami mozdítható, az jöhet? Ami mozdítható, alapvetően jöhet. Van kikötésünk természetesen, tehát ugye mivel beszéltük azt, hogy ugye külön választjuk a helyi termelőket, kézműveseket, illetve azok a bőrzén értékesítőket, az, aki új terméket maga állít elő, ő nem az a bőrzén fog értékesíteni, hanem ugye a termelői piacunkat. Ez az egyik. A másik, hogy olyan személyek, akik például hagyatékból felvásárolnak eszközöket, ők nem jöhetnek, mert ugye ők már egyfajta kereskedelmet végeznek, illetve olyan holmikat, eszközöket, amelyeket már nagyon nagy munka lenne felújítani, tehát nem apró hibáik vannak esetleg, hanem nagy munka lenne, azokat már nem szívesen látunk, hiszen az már nem ennek a célnak a célt fogja biztosítani, hanem ez egy teljesen más kategória, az már egy javítás, felújítás történet, és mi nem ezt szeretnénk az ökobőrzébe, hanem a jó állapotú, jó minőségű használt eszközöket szeretnénk, hogyha itt értékesíteni tudnák az emberek. A gyerekprogramokról még néhány gondolatban, mi fogja várni a gyermekeket? A gyermekeket, ugye most még mindig farsangi időszak van, januárban egyszerű farsangi állarcot készítettek a gyerekek, illetve a szalagos fánkot próbálhatták, annak az elkészítését próbálhatták ki. Ezen a gondolatmeneten maradva, de változtatva, most busómaszkot készíthetnek majd az animátorcsapat tagjaival, illetve hát a másik klasszikus fánkot, amit nagyon sokan szeretnek, de sokan mondják, hogy nem tudják elkészíteni, a csőröge fánkot lehet majd kipróbálni, annak az elkészítés. És ha jól tudom, vetőmag csereberére is lehetőség lesz. Ez első alkalommal lesz így, vagy már korábban is volt? Itt a Fenntartható Térséget Alapítvánnyal dolgozunk együtt e tekintetben. Már a tavalyi évben is volt erre lehetőség, hogy a ligeti vásár kertében egy magbőrze is megrendezésre került, tehát ez már a második, és lassan már hagyományosnak mondható alkalmunk.
Csereberéről beszélünk, annak, akinek nincs cseretárgya, mert még érdeklődő és nem foglalkozik ezzel, annak is van lehetősége vetőmagokat beszerezni? Én úgy gondolom, hogy igen, bár az lenne az igazi, hogy itt nem az értékesítés az, amelyik az elsősorban központi téma lenne, hanem tényleg az, hogy próbálnak csereberélni különböző vetőmagokat, de ismerve ezt a közösséget, akik évek óta cserélik a magjaikat, szerintem, ha valaki úgy érkezik, hogy nincsen még, biztosan lesz rá megoldási lehetőség, hogy ő is gazdagodjon valamilyen vetőmaggal, és úgy térjen haza. Mikor kezdődnek a programok, és meddig tartanak? Délután 1 órakor, 13 órakor fogunk kezdeni, és egészen 5 óráig várjuk a résztvevőket, és figyelembe véve, hogy azért elég hűvös időt mond a jövő hét végére, már szerda csütörtöktől az időjárás, bent az épületben leszünk majd, tehát hogyha valaki jön is, és véletlenül nem lát extra nagy mozgást az udvaron, az azért van, mert minden programot zárt helyen, fűtött helyen rendezünk meg. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!